Március 31-én hajnali 2-ről 3 órára kellett állítani az órát. Ennek a tavaszi óra átállításnak számos negatív hatása van. Több lehet ilyenkor a baleset, a megbetegedés, az alvászavar, a depressziós tünetek jelenhetnek meg, sorolta Hogsári László házi orvos. Hosszú évek óta kell már a szervezetünknek hozzá szoknia ezekhez az őszi-tavaszi óraátállításokhoz. Talán éppen ezért egyre kevesebben panaszkodnak az óraátállítások utáni időszakban, de rákérdezésre nagyon sokan elmondják, hogy bizony megzavarja a napi tevékenységüket. Az, hogy egy órával hamarabb, vagy akár egy órával később elegendő felébredni. Azért a szervezetünknek a belső biológiai órája hozzászokik a szükséges fölkelési, lefekvési időpontokhoz, és hát ennek a egy órával történő megváltoztatása megzavarhatja az elalvást, felébredést, és ez bizony a másnapi tevékenységben, teljesítményben zavarokat okozhat, álmosság, fejfájás, fáradékonyság, feszültség, nyugtalanság, idegesség. Tehát ezt úgy többen már fölismerték. Az emberek nagy része nem kedveli az óraátállítást. De egy korábbi felmérés szerint a magyarok 90%-a eltörölni. Az utca emberét megkérdezve mi is megbizonyosodhattunk arról, hogy nem szívlelik ezt az időszakot. Én alapvetően is mondjuk rossz alvó vagyok, úgyhogy, de ez még jobban most meg fogja bonyolítani, mert megtanul előre-vissza, úgyhogy jobb lenne mindegy. Lényeg az, hogy röviden az a véleményem, hogy ha maradna a rendes, amit megszokott, főleg ennyi év távlatából, azt mondom, hogy nekem az megnyugtatóbb lenne, ha nem változna fél évente. Ez a férfi elmondta, hogy elég sok időbe telik, mire hozzászokik a szervezete az óraátállításhoz. Megszokott időbe keltünk, és most hirtelen átállni, ugye ez kicsit frusztráló, de hát hozzászokik az ember. Néhány embernek azonban semmilyen problémát nem okoz az óraátállítás. Engem nem nagyon zavar az óraátállítás, nincsenek alvászavaraim, nekem tulajdonképpen mindegy, hogy egy órával korábban kell kelni, vagy később lefeküdni, vagy fordítva, úgyhogy engem nem zavar. Az Európai Parlament az óraátállítás eltörléséről már korábban döntött, azonban az életbe lépés több tényező miatt is csúszik. Az sem dőlt még el, hogy Magyarország a nyári vagy a téli időszámítást választja. Ön melyiket hagyná meg?